hogy így visszatükröződjön. Ja. Hát úgy nézem, hogy nagyjából a diákot el is készítettük. Bocsánat, még az maradt, ugye az e-mail, így most, hogy lenyomtuk az Enter, tehát az e-mail az működőképes, a szívecske ott van, illetve most egy visszalinket készítünk az első diához. Hát használjuk ki akkor ezt a szívet, és legyen ez a visszalink, vagy pedig nyugodtan tehetnénk, akár mondhatnánk egy ilyen nyilat is, ugye általában ez szokott lenni a visszanyíl, mondjuk a bal felső sarokba, egy kicsit lejjebb hozom, ennek adok egy más stílust, és ha ezt én szeretném visszairányítani, ugye a felhasználat most az első oldalra, akkor készítek rá egy linket. A link az mehet akár úgy, hogy insert és hyperlink, ugye ezt már láthattuk az előző részben, amikor a Wikipédiára kötöttünk rá egy forrást, vagy pedig jobb klik és hyperlink, mind a kettővel megoldható. Most nem meglévő internetes oldalra, hanem egy saját slide-ra szeretnénk, úgyhogy itt most azt fogjuk választani, hogy Place in this document. És nézzük meg, hogy melyik slide-ra fogjuk irányítani. A feladat azt kéri, hogy az elsőre, tehát slide 1, láthatjuk ugye, és a segédszövegbe oda is írom, hogy vissza az első diára. Oké, és hogyha most megnézzük, Shift F5-tel, hogy csak az utolsót nézem meg, oda viszem az egeremet, ki is írja, hogy vissza az első diára, és ha rákattintok, akkor visszaugrottam az elejére, és meg tudom újból nézni a prezentációmat. Elkészült az ötödik dia, nézzük, hogy magára a prezentációra milyen dolgokat kell még. Minden egyes diához különböző átmenetet rendeljünk, tehát kezdem az első diához, és a Transitions alól a meglévő sablomból választok egy tetszőleges átmenetet. Mivel ugye 5 diánk van, tehát nyugodtan mindegyiket más és más típusra tudjuk tenni. Harmadik. Ahol már ugye elhelyeztem ezeket az átmeneteket, ott már látszódik ugye, hogy megjelent a kis csillag, ez mutatja, hogy itt már létezik átmenet, és az ötödiket is még állítsuk be. Ha megvannak az átmenetek, akkor nézzük, hogy mit kér még a feladat. A jöpögő típusú képeknek adjunk stílust, ezt ugye meg is tettük már, és az elkészített bemutatót mentsük le Felelés Péter Réven néven a saját mappánkban. Tehát jöhet akkor a mentés, File, Save as, választjuk a saját mappánkat a meglévők közül, hogyha nincs, akkor ugye átirányítjuk. Érdemes így indulni, hogy desktop, tehát munkaasztal, megkeressük a saját mappánkat, és azt kéri, hogy a feladat, hogy az legyen a neve, hogy Felelés Péter Réve. Ékezeteket címnél én nem szoktam használni, biztonsági okokból. És hogyha ez megvan, akkor jön a másik mentés, hiszen ez mint prezentáció. Ha most megnézzük a saját mappánkat, kimegyek egészen a desktopra, és megkeresem ugye a saját mappámat, láthatom, hogy itt található a Felelés Péter Réve, mint prezentáció. Viszont, ha én ezt szeretném most egy embercsoport előtt megnézni, illetve levetíteni, akkor nem érdemes meghagyni, mint prezentáció, hanem sokkal praktikusabb, ha lementjük, mint PowerPoint Show, ahogy kér is a feladat. Most már ugye vagyis választhatom a saját mappámat. A név marad ugyanaz, viszont a típusa neki, hogyha kinyitom ezt a listát, ebből a lenyíló listából kiválasztom a PowerPoint Show opciót. És ha ezzel elkészültem, jöhet a rákattintok a Save gombra. Nézzük meg, hogy ez mit jelent. Íme itt van az egyik, és itt van a másik. Ha én ezt most becsukom, és elindítom a sima prezentációt, inkább átteszem
details, tehát részletes, és mindjárt rögtön látom ugye egyiket és másikat is. Tehát a klasszikus narancssárga ikonnal megy a prezentáció, ha rákattintok, akkor újból tudom szerkeszteni, módosítani, hozzá tudok tenni, törölni tudok belőle. Tehát úgymond ez a mi forrásunk, ezen tudunk módosítani. És természetesen, ha el szeretném indítani, slideshow és from beginning, vagy az F5 lenyomásával ez működik is. Ugye, tehát jön az első, második, és így tovább. Ha viszont most megnyitom a másik fájlomat, ami mint PowerPoint Show, tehát rákattintok, akkor azt látom, hogy eltűnik a szerkesztési lehetőség, tehát nem tudok hozzányúlni, annyit tudok viszont, hogy el tudom menteni, el tudom indítani, tehát meg tudom nézni. Amikor ezzel elkészültem, praktikusan a feladattal is befejeztem. Köszönöm a figyelmeteket!